Sziasztok és köszöntünk mindenkit az Univert Magyarország YouTube csatornán, ez itt a Hétfő Rázókő Extra Nagy Daninál. És Újvári Mátéval, mostanában ilyen fronton azért volt néhány változtatás, most viszont Berez Nagy Dani majd a vágásban segít nekünk, ezúton is köszönjük szépen Daninak. A mai téma pedig nem is lehetne ennél aktuálisabb, egy olyan csapatról fogunk beszélgetni, akiről anélkül is beszéltek, hogy mi adást csinálnánk. Nekem is csak ilyen hülyeség jutott eszembe, hogy arról fogunk beszélgetni, akiről még sokat fogunk beszélgetni. Nagy valószínűséggel a közeljövőben, ez pedig az Aston Martin, amely bár az előzetes hírek szerint ezen a hétvégén, hiszen jön a második futam a szezonban, nem lesz feltétlenül esélyes Jeddában, de mégis rövid távon jöhetnek majd a dobogók fel a Alonsótól. Fejtsd már ki, kérlek. Mire gondolsz? Miért nem lesz esélyes? Képzeld el, ezt... Mit tudsz, amit én nem tudok? Hát figyelj, ezt mondták az Aston Martinnál, ezt mondták a Ferrarinál, és ezt mondták a Red Bullnál is, meg a Mercedesnél is Bahrainben, hogy ez a mostani Aston Martinos autó, figyelembe véve a Jeddai versenypálya karakterisztikájával, a kettő egymásra nem talál majd igazán. Jó, akkor most ez egy olyan témakör, amit nem terveztünk, de én is hozzáadom a véleményemet. Na. Mindenképpen van ebben valami, de ezek ugye predikciók. Persze. Tehát nem tudjuk, hogy milyen extra fejlesztésekkel, vagy akár beállításokkal érkeznek majd Jeddába. Ugye az Aston Martinnak az egyik legnagyobb előnye, vagy erénye az a féktávokon volt, egy nagyon stabil autó, Bahrainben nagyon kemény, egyenesuló féktávok vannak, ami Jeddában nem jellemző. Viszont az Aston Martin nagyon jól működött ám a gyors kanyarokba is, amiből persze van néhány Jeddában, de jó néhány padlógázas, úgyhogy ott pedig nyilván nem jön ki az előny az Aston Martinnak. Szerintem a Red Bull lesz ott is az etalon, de én nem érzem annyira gyengének az Aston Martint, viszont azzal egyetértek, hogy a Ferrarinál ott sokkal több a vértelenek majd. Így van, majd. Tehát félrejtés ne essék, nem azt mondták, hogy a Q2-be se jutnak majd be, hanem inkább azt mondták, hogy az, amit a végén láttunk például, hogy Sainzot állva hagyta Alonso, szerintük ez Jeddában kevésbé fordulhat majd elő, de benne van. Ez a hétvégének jó, lesz. Jó, akkor ezt megjósoltuk. Kész? Igen, sziasztok! egy kicsit menjünk vissza az időben, mit szólsz, Máté? Mennyit de mivel, szeretnél? Hát nem túl sokat, mert még 17 perc memória van a kamerámban, úgyhogy menjünk vissza 2018-ba, hiszen nagyjából ott vetettük el az első magvakat az Aston Martin formulás csapatában. Jó lett volna, hogyha mi vetjük el azokat a magvakat, de jó lett volna. Sajnos nem mi voltunk, igen, hanem... Vagy esetleg részvényeket vettünk volna, na mindegy, akár két héttel ezelőtt, na mindegy. 2018-ban Vijay Mallya a Force India csapatnak a tőkéjét hozta, tulajdonosa volt, és hát eléggé Ford körülötte a levegő. Meg aztán le is hűlt. Igen, hiszen a szerencsére akkor még nem volt költségvetési limit, ő ebben a mostani érában nem tudna már szerepelni. Lényeg, ami lényeg, hogy kis túlzással minden kontinensről kitiltották őt, nem is utazhatott, hiszen elég sok mondjuk úgy könyvelési hiba keletkezett. Igen, véletlenül. Időszakban. Teljesen. Igen, és módon. Óriási bajba került a Force India, rengeteg alkalmazott, akkoriban 5-600 alkalmazottja volt egyébként a Force Indiának. Versenyzők is eléggé be voltak tojva, hogyha lehet így fogalmazni. És ekkor jött Lawrence Stroll, és először Racing Points Force Indiává alakult még abban az évben a csapat, és a következő évben, 2019-ben már önállóan Racing Point néven versenyzett az alakulat. Itt kezdődött minden, de már ekkor lehetett tudni, hogy Lawrence Strollnak ennél sokkal nagyobb tervei vannak, és szeretné majd később egy nagy márkával egyesülni. Igen, hiszen ugye a fia akkor már a Williamsben volt, viszont tudva levő volt, és állandóan ezt hangoztatta is Lawrence Stroll, hogy amilyen ő egyébként a pedokon kívül egy állítólag nagyon kegyetlen tárgyalófél és igazi klasszikus bizniszmen, akit jó elkerülni sok szempontból, ugyanezt szeretné a Forma 1-ben is megkonosítani abból a szempontból, hogy egy kis szóismétléssel éljek, hogy egy nagy csapatot szeretne kreálni, venni, alkotni, létrehozni, kinek hogy tetszik. Úgyhogy csak időkérdése volt az, hogy melyik lesz ez a márka, és végül az Aston Martin volt, de mielőtt még oda ennyire előre szaladnánk, azt hadd jegyezzük meg, hogy ugye nagyon sok ember munkáját megmentette, ahogy Dani is említette, hogy több mint 1500 emberről van szó, és most a pilóták csak egy része ennek a dolognak, de a mérnökök, a szerelők, az egyszerű háttérmelósok is nyilván nagyon sokat segítenek. Viszont ugye ott volt egy érdekes sztori, amikor Perez mellé nem Okont vitte tovább, hanem a fiát, Lance Strollt tette be, és azt hiszem, ez egyik futamot követően talán Vettel kérdezgette Okont, hogy most tényleg nincs maradásod a Forma 1-ben, most mi lesz így veled, stb. És ugye ott volt egy kis kiadás is a francia versenyzőn, szóval az egy olyan döntés volt, amit nyilván előre lehetett tudni, hogy ezt fogja hozni,
de mégis mondjuk úgy, hogy nem lett tőle sokkal szimpatikusabb. Igen, nyilván ekkor egyébként a Stroll eddig sem volt túlságosan népszerű, hiszen egyértelmű, hogy gyorsan átugrálva a betét kategóriákat, a nevelős sorozatokat, kb. Egyből jött a Forma 1-be, befizették a Williamshez, és akkor hashtag apu vedd meg nekem pilótává könyveltük Strollt, aki egyébként erre a mai napig egy picit azért rájátszik, mert ahogy nyilatkozik, meg amilyen stílusban néha... Na minden... Hát a klasszikus interjú, tehát borzasztóak, de hozzáteszem, hogy a rajtoknál szerintem zseni a csávó. Igen. Nincs semmiféle lemérzete, nyilván aki ezt a mesterséget űzi, annak ez nem baj, hogyha nincs jelen alapvetően. Nem a formányos de olyan szitukat lát meg, és egyébként hajtja végre sokszor nagyon jól, amitől csak így lesünk, döbbenten, hogy ez mégis hogy. Igen, de ekkoriban azért még ennyire nem sült ez Stroll. Tehát ekkoriban ez még tényleg jogos volt ez a közfelháborodás, hogy egyébként nem gyenge csapathoz mérkelő Stroll Okon helyére, Okon egy akkor is és a mai napig nagyon gyors pilótaként volt nyilvántartó, viszont szakmailag szeretnék csatlakozni Mátéhoz, hogy egyébként nagyon sokan lesajnáljátok a mai napig Strollt, tisztelt a kivételnek, de hogy egyébként vannak jó megnyilvánulásai, és amiket Máté kiemelt a versenyen, a versenytempó, a gumimenedzselés, a rajtokat követő helyezkedés, ezek mind nagyon nehezen elsajátítható dolgok, és ebben Stroll már teljesen jogosan a mezőny tagjává érett. Az egykörös tempója is sokat javult, ilyen téren azért még lesz szerintem egy nagy agyalás az idei szezonban Alonsótól, ezt majd meglátjuk, de hogy alapvetően nem tartjuk. Azt gondolom, hogy Máté, te sem tartod őt a legnagyobb tehetségnek a rajtrácson, butaság is lenne ilyet mondani. Persze. Nem tartozik a legnagyobb versenyzők közé. Nem is kutyaütő. Nem kutyaütő. A Forma 1-ben nincsenek manapság kutyaütők. Nincsenek manapság kutyaütők. Érdemes hangsúlyozni. A korábbi években brutál milyen gyenge versenyzők voltak, főleg a 90-es évek korábban. Hát, mert ott még volt ez a klasszikus fizetős pilota. Oké, nyilván kell a támogatás. De Lando Norris családi háttere is azért igencsak makulátlan, hogyha az anyagiakat nézzük. Másképp még nem sem. Tudsz bejutni a Forma 1-be a mai világba. Ez annyi, igen, de Norris esetében hányszor adtad, hogy fizetős versenyző? Sehányszor, pedig brutál családi háttérre rendelkezik, és azért Norrisnál, mint ahogy Strollnál is jelen volt, egy nagyon komoly felkészítés a Forma 1-es szereplése. Tehát az előző években folyamatosan Forma 1-es autókkal utazgattak a Norrisnál, olyat is hallottam, hogy két csapat volt egyszerre, az egyik csapat az egyik pályára vitt egy Forma 1-es autót, amit kibéreltek, és Norriska körözgetett, és közben egy másik csapat már egy másik Forma 1-es autóval ment egy következő helyszínre, hogy a kis Lando tudjon ott készülni. Olyan brutális milliárdokat költenek el a versenyző családok ahhoz, hogy megfelelő felkészítésben legyen része a versenyzőnek. Egyébként ilyen téren is Strollék vittek mindent. Tehát... Hát nyilván a Forma 1-es szezon előtt számtalan olyan felkészülésük volt, aminek értelemszerűen nem szabadott volna megtörténni. Külön kamion ment Stroll családnak, ahol az ételek készültek. Hát, mit gondolsz? Na mindegy, hát ez óriási. De más hogy, világ. Igen, de hogy lezárva a sztori, Stroll azóta rengeteget fejlődött, és szerintem egyébként ez a stabil háttér, amit nyilván édesapja jelenléte biztosított neki, a jelenlegi csapatnál, vagy az akkori csapatnál, ami ugye fizikailag még ugyanaz, de nyilván nevet, meg mindent azóta elég sokat váltott, de hogy ez segített szerintem, ez segítette Strollnak a fejlődését. És azért ezt tegyük hozzá, hogy amikor a Covid volt, ugye akkor még Racing Pointos versenyzőként volt Stroll, két dobogot is szerzett abban a szezonban. Copy point. Az volt a copy point, igen, az durva volt, ott még kint voltunk Barcelonában Szabó Bicokszijjárdal a teszten, és ott még volt COVID is... Covid teszten? Nagy poén, nagyon nagy. Szóval a teszten, mert akkor még Barcelonában volt a teszt, és úgy volt, hogy egy hét múlva Ausztráliában indul a buli és a szezon, de ez végül nem történnek, és valóban mindenki copy pointozta a Racing Pointot, de összességében ez a copy pointos dolog is egyébként ugye a szabályoknak nagyjából megfelelő autót gyártott, vett inkább a akkori Racing Kihasználva Point. Kihasználva a Mercedes-es kapcsolatokat éppen, hogy szabályos legyen még. Így van, de hogy a cél az egyértelmű volt, és már akkor megint láttunk erre vonatkozólag valamit, hogy Lawrence-nak nem elég az, hogy van egy csapata. Ő nyerni akar, ő egy jó csapatot akar. És, amellett, és lehet, hogy most jött el az időszak. És amellett, hogy nyerni akar, ő mindig is üzleti szemmel nézett erre az egészre, és nagyon nehéz ezt első blikre észrevenni, hogy tudsz egy Forma 1-es csapatot megvásárolni, és utána pénzt csinálni bele úgy, hogy előtte milliárdokat, vagy eurómilliókat, százmilliókat kell beletölteni, hogy ez hol fog megtérülni. És egyébként én nekem pont most állt össze ez a kérdés. Az Aston Martin sikeres hétvégéje. Mesélj! Dani megvilágosodott. Ahhozó érkezés, és az egész óriás parti, ami az Aston Martin körül van.
Ez azt eredményezi, hogy nem tudom én hány százalékkal növekedtek az Aston Martin részvényárak. Tehát aki ezt látta előre és bevásárolta a Bahraini hétvége vagy a tesztek előtt, az egy elég szép summát tudott keresni, és aki még emellett szép summát tud ezzel keresni, az nyilván a tulajdonosi kör. De mennyit vettél? Ez egy másik adás, a pénzügyi tanácsok, és ott nem jártok jól, hogyha rám hallgattok. Na, szóval, hogyha így már megyünk a mérföldköveken, akkor 2021-ben volt az első igazán nagy mérföldkö, amikor 531 főről 800 fősre bővített az apparátus, tehát nem csak megmentette 2018-ban közel 500 ember munkáját, hanem fölemelte az apparátust egészen 800 főig. És a következő... Ugye ez a 21, ez már az Aston Martinos időszak, tehát itt már Aston Martin van. Igen, meg előre mentem egy kicsit. És ugye amellett, hogy megemelte a létszámot, ennek nyilván volt egy egyéb oka is, amit ekkor már lehetett tudni, hogy egy irtózatosan nagy bázist csinál és épít Silverstone-ban. Illetve jött még Vettel is, ugye, aki szintén, az volt a szerepe, hogy nyilván egy patinás gyár érkezésének megágyazzon, és jön egy világbajnok versenyző, aki lehet, hogy nem élete csúcs formájában volt, de egy olyan név és olyan tapasztalattal rendelkezik, ami tudja előre vinni a márkát, és akkor Máté, nagyon jó, hogy mondtad, köszönöm. 2023 az idei év lesz, az az év, amikor átadják ezt az óriási létesítményt, amiben saját szélcsatorna lesz, és még sorolhatnánk, ide fölírtam magamnak, 37 ezer négyzetméter területű létesítmény lesz, illetve most már nyilván a nagy része egyébként áll, ami egy csapat életében a jövőjét tekintve óriási előnyökkel jár. Tehát, hogyha nem bérgyártásban kell, meg nem mástól kell bérelni egy szélcsatorna időt, még akkor is, hogyha azért az elmúlt években már ezek súlyosan meg vannak határozva, tehát nem tesztelhetsz annyit, amennyit akar, semmennyit nem tesztelhetsz, de szélcsatornába sem mehetsz, csak annyit, amennyit a szabályok meg a tavalyi eredményed alapján a szabályok engedélyeznek. Ez egy óriási lehetőség, úgyhogy amellett, hogy most nyilván beletalált az Aston Martin az idei koncepcióval, a jövő is ilyen tekintetben eléggé fényes. Máté, lenne egy kérdésem hozzád. Ez kérdés? Nem tudom, ez volt egy ahol... Na, mi? Kérni ahol... akarsz, felszólítasz? Tudtad, igen, kérdezni szeretnék. Óhajtasz valamit. Te tudtad-e, hogy milyen szórakoztató létesítmények is lesznek ebben még? Szórakoztató létesítmények, gondolom... Mit tudnál elképzelni? Bowling? Esetleg biliárdszoba, wellness központ. Egy nagyon komoly wellness központ is helyet kap ebben a létesítményben, ugyanis nagyon fontos, hogy az ott dolgozók jól érezzék magukat, és adott esetben egy kis túlórát bevállalva még ott brüggöljenek is, úgyhogy ilyen is lesz ebben a létesítményben. Valamiért. Egyébként erről az egészről megint csak az jut eszembe, hogy tehát van pénz lóvéra, Strolléknál teljesen. Igen. És ugye... Megvan szabva a költségsapka. Na, igen. Mondjad. Ne parancsolj, hogy akartad befejezni. Így Vigy Malia után szabadon. Igen, nagy koponya az öreg. Szóval, hogy megvan szabva egy költséglimit, amit ugye nem lehet átlépni egy éves kereten belül, ami ugye az utaztatás, versenyeztetés, autógyártás, rengeteg fizetés, rengeteg dolog benne van. Catering, ugye, mint a Red Bullnál. Igen, nyilván vannak, akik bizonyos dolgokat nem feltétlenül jól értelmeztek a tavalyi évben, na mindegy. És hogy efelett viszont, vagy ezen kívül ugye gyárépítés és az egyéb dolgokra annyit költesz, amennyit csak szeretnél. És egy középcsapatnak a fölemelkedésében az ilyen beruházások tudnak óriásit segíteni, meg nyilván a leleményesség, hogy mi mindent tudsz átvenni más csapatoktól, és ilyen fronton is egyébként az Aston Martin az élen jár, elég megemlíteni Dan Fellows-t, aki ugye, nem is tudom, talán tavaly évben szegődött át az Aston Martinhoz, aki Adrian Newey kezei alatt dolgozott, aerodinamikai főmérnök, főtervező volt a Red Bullnál, és ezzel kapcsolatban is ugye nyilván vannak megoldások a Red Bulltól átvéve az autón, egyébként én nem, tehát ez a copy pointhoz képest ez egy merőben más irány, mert rengeteg saját megoldás is található ezen az autón, de az alapfilozófia és alaptudás azért Fellows-zal és még jó néhány emberrel azért szépen vándorolt át a Red Bulltól, ami egyébként teljesen standard, ez korábban is volt, de hogy ilyen téren is ugye nagyon jól jön egy ilyen dörzsölt üzletember, akinek van egy víziója, és a technikai csapatot hogyan építi föl. Jött még Mike Craig, ugye a BMW Motorsport részlegétől, akinek Forma 1-es tapasztalata nem volt ugyan, de motorsportban, hogy hogyan irányítsa a dolgokat, abban közhírhetten nagyon-nagyon jó volt. És szépen a technikai apparátus is összeáll,
és elhozott egy nagy ágyút, akit meg kellett győzni azért a tavaly évben. Ferrand Alonsóra gondolsz? Egészen pontosan. Nem is értem, hogy jutottunk ide. Igen, de nagyon könnyedén meggyőzte, nyilván a Drive to Survive egyik része szerint, azért ezt kezeljük kétségekkel szokásos módon. Viszont az, hogy... Te onnan tájékozódsz? Igen. Aki a leggyorsabb kört futja az időmérőn, az első rajtkocka. Köszönjük Will Buxtonnak ezúttal is. Szóval, hogy szezon közben, ahol az Alpine sokkal-sokkal jobban teljesített, onnan meg tudsz győzni egy kétszeres világbajnokot, hogy neked ennyi idősen, ahol egy olyan személynek, aki köztudomáson semmi másra nem vágyik, csak arra, hogy futamgyőzelmekért harcoljon és dobogókért csatázhasson, azt tudtad mondani, és olyat tudtál neki mutatni a magyar nagydíj közben is, nyilván jó sok nullát oda téve még a számla vagy a szerződés csekk végére, hogy azt mondja, hogy srácok, ebbe kezdjünk bele. Egyébként mindjárt mondhatod Alonsóról, csak Mike Craigre visszatérve, ugye ott már Safdar talán 8-10 évig volt ennél a csapatnál, igen, úgy dobta ki. Nem szégyelve, és nem egy másodpercig bocsánat, nem persze, gondolkozva Lawrence-ról, hogy Safdar ebbe a projektben nem kell. És ez a Mike Craig, akit hozott, ez Luxemburgban született, egyébként sok szempontból azt kell mondanom, hogy gentleman, mert iszonyatosan jó interjú alany, elképesztő koponya és hihetetlenül értelmes, hát, és igen, őt egyébként a pedokban elkezdték Binotto plusz, vagy nem is tudom mi a becenév pontosan, az a lényeg, hogy ő az az Aston Martinnak, ami Binotto nem jött össze a Ferrarinak. Tehát egy olyan koponya, egy olyan mérnök és egy olyan úriember, aki a csapatot is egyébként valahogy és jól tudja kezelni és egyben tartani, ami nem működött Binottonak. Szóval iszonyatosan jó a felhozata. Most tele Red Bull mérnökökkel, Lance Strollnak van kedve versenyezni, mint az kiderült Bahrainben még török csuklóval meg lábakkal is, az és Alonso pedig zseni. Igen, óriási szerencséjéként a Stroll családnak, hogy Stroll ennyire magára talált, mert igen, amit korábban beszéltünk, azért az első éveiben nem feltétlenül tűnt úgy, főleg nem ahogy megérkezett a Forma 1-be, hogy tőle túl sokat várhatnánk, de egy megbízható versenyzőként funkcionál. Alonso meg nagy ágyú. Hát nem is tudok mit mondani. Hát Legend. Az, hogy 41 évesen ilyen motivációval, ilyen teljesítményt tudja nyújtani valaki, az szenzációs. És itt most nem ezekre a rádiós frappáns beszólásokra gondolok, hogy bye-bye, meg yes, meg nem tudom. Az nyilván ezek nagyon színesek, de az, hogy nem tudom, tehát hogy ez egy fizikailag nagyon durván megerőltető sport, és nagyon nem egyszerű. És Alonsónak óriási tapasztalata van, tehát ez megint egy dupla győzelem. És nyilván Vettel is ezt a szerepet azért be tudta tölteni, de Alonso még Vettelnél is talán ilyen szinten szerintem egy jobb fejlesztő versenyző, aki nyilván az autó fejlesztésében nagyon ki tudja venni a saját részét. Egy körön is nagyon gyors a mai napig, és azért az Alpinnal megmutatta itt az elmúlt években, hogy a párharcokban is, a csatákban is, akár Hamilton a Hungaroringen, vagy... Kifejezetten párharc kereső versenyző Alonso ilyen szempontból. Igen, úgyhogy ilyen szempontból szerintem egy nagyon jó jövő áll az Aston Martin előtt, attól függetlenül, hogy az idei évben mit tudnak elérni. Tehát itt simán lehet, hogy még akár egy-egy futamgyőzelem is becsúszik, lehet, hogy szerencse fog kelleni hozzá, mert a Red Bull az most eléggé elő van, de hogy ezt leszámítva is most van egy jó alapjuk, most azért még néhány évig nem várható olyan óriási szabályváltozás, majd nyilván a motorok terén lesz egy nagyobb. 26-tal. Így van, 26-tal egy nagyobb átszabás, vagy új szabályrendszer érkezés, de hogy az aerodinamikai filozófia az most nem nagyon van kilátás, majd változni fog. Erre lehet építeni, itt lesz az új saját létesítmény, gyár létesítmény, úgyhogy ilyen szempontból szerintem az Aston Martin szurkolók, gondolom egyre több ilyen van, azok ezért jó befektetést járhatnak a csapattal. Én következő adás téma is lehetne egyébként, hogy mennyire szimpatikus ez, amit most láttunk az Aston Martin abban a szempontból, hogy jött Lawrence Stroll, rengeteg zsákpénzt beletolt, hozta a mérnököket és a pilotákat, de ez tényleg majd egy következő adás lesz. És jöhetnek a focis hasonlatok. Majd csinálunk egy ilyet, lehet, hogy meghívunk egy focist. Meghívjuk Bíró Dávidot, viccoltok hozzá. Igen. Adnátok egy rázókőt Bíró Dáviddal némi focis párhuzamot belevonva? Írjátok meg a komment szekcióban. Ez az adás most ennyi volt, és ne felejtjétek, a héten jövő még Bereznek Danival is, hiszen Jeddában jön a második futam ebben a szezonban. Peace, love, hello, szia! Sziasztok!